Megszépül az Rínyi iskola, felújítják a homlokzatot. A szakemberek már felállványozták az épület egy részét és elkezdték a munkát. A vakolat javításával és festésével augusztus 20-áig végeznek, hogy az új tanév elején ne zavarják az oktatást. A város tavaly döntött a rekonstrukcióról, az intézményi felújítások keretéből 38 millió forintot fordítanak a munkára. Az ablakokat már ősszel kicserélték a tél, illetve a tanítás miatt határoztak úgy, hogy a nyári szünetben végzik el a külső felújítást. Ennek kijavítják a bádogos munkákat és új lábazatot is kialakítanak. Tehát mire kezdődik a tanítás addigra megújul, megszépül az Rényi Általános Iskolának a homlokzata, mind az a Rényi utca, mind pedig az Adi utca felől és hát úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Fontosak az iskoláink, bár már nem mi vagyunk a működtetők, de természetesen ezt vállaltuk, és, és el is végeztük, hiszen gyermekeinkről szól, gyermekeink pedig a város jövőjét, a jövőnket jelentik, úgyhogy ez egy nagyon fontos beruházás, és örülök annak, hogy ezt sikerül befejezni sokunk örömére.